A Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központban tartotta központi ünnepségét az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából a Honvédelmi Minisztérium. Benkő Tibor honvédelmi miniszter köszöntőjében kiemelte, István király szellemiségének köszönhető, hogy Magyarország megmaradhatott magyarnak, és hogy a magyar emberek magyarként élhetnek itt, Közép-Európában. Mint mondta, az uralkodó eszmeisége a mai napig érezteti hatását. Ma is arra törekszünk, hogy Magyarország független ország legyen. Ma is arra törekszünk itt Európában, hogy Magyarország és a magyar emberek békében és biztonságban éljenek. István király volt az, aki erős hadsereggel teremtette meg ennek minden alapját. A tárcavezető hozzátette, a világban zajló események nagyon is indokolják a Magyar Honvédség fejlesztését, a honvédelmi és haderőfejlesztési program véghezvitelét. Épp ideje, hogy a magyar katona, aki esküjében megfogadja, hogyha kell, életét áldozza az ország, a nép békéjéért és biztonságáért, korszerű, modern technikai eszközökkel rendelkezzen. És ezen korszerű technikai eszközök mellett pedig kiváló katonák legyenek, akik szakmájukat ismerik, akik az országuk iránt elkötelezettek, lojálisak, és akikre bárhol, bármikor számíthat Magyarország. Technikai eszközöket bármikor vásárolhatunk. Ami a legfontosabb, az maga az ember, a katona. A honvédelmi miniszter az ünnep alkalmából köszönetét fejezte ki a Magyar Honvédségnek. Mint mondta, a katonáknak élen kell járniuk, példát kell mutatniuk a haza iránti elkötelezettségből, hűségből, áldozatvállalásból. Olyannak kell lenniük, akikre példaképként lehet tekinteni.